Nyilván későre jár, Haladár már rég itt, ha lehetne. Hát a drága lábas Haladár az egy piszok ráter. Mama, Haladár a legjobb férje a világon. Csak egy kicsit könnyen. Miért? Hát esélyt így beszélni a legjobb barátomról. Igazad van, hogy olyan felbeszélek róla. Haladár nem egy részeg disznó, hanem egy disznó részeg. Elfogsz tőle bármit. Hiszen szeretem. Szeretem. De hát ő nem szeret téged. Különben nem ugyan. Nem úgy van, kérem. Haladár rendes ember, feltirenként, csak hát ezt a problémája van. Gyenge, befolyásolható személyiség, és hát nem tud nemet mondani az alkoholt. A barátaink vitatják, ő meg iszik fel. Ez csak volt. De ma reggel. Ma reggel megesküdött Haladár, hogy soha többé nem iszik egy kortyot sem. Megesküdött a boldogságunkra. Akkor hol van a te drága lábos Haladárom? 8 óra, és mi mit tudom? Tanfolyamon van. Mit kéne tanfolyamon? Haladár tovább képzi magát. Matematikát tanul. Felső matematikát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hogy ott a lelke meg már megismerkedjen az üveg? Melyik pedig lenni hatnék? Felső matematikát. Ezt nem hiszem el! Pedig hogy megígérted? Hát is akarom! Lenke! Lenke, várjon! Lenke, legyen ezzel! Itt ma még vér fog folyni. Hát mit csinálja? Legyen így, de azt sem.
megoldás, de talán az egyetlen célra vezető. Mit akarsz csinálni? Most egy kicsit megöljük az Aladárt. Maga megöljük? Nem, nyugodjanak meg. Aladár rendes fiú, mint az enyémét is mondtam, csak hát gyenge, befolyásolható személyiségű. Szerintem egy erős lelki megrázkódtatás kell neki, hogy örökre abba hagyja a hibást. Mit akar megcsinálni? Most beadok Aladárnak egy injekciót. Ettől pár perc múlva magához tért. Mi majd lejátszunk egy kis komédiát, azt, hogy Aladár meghalt, megölte az alkohol. Ez nem így lesz. Majd felébred, aztán nem csak azt hiszi, hogy az egészet álmodta. De a lelki megrázkódtatása az megmarad. Hát ezek nem hallanak.
meg nem is lehet. Pedig itt vagyok, lent, figyelj! Mama! Mama! Nem nézünk. Mint ha itt se lennék. Csodálatos. Hát, jól érzi. De Gidil, megvagytok, hát pedig még érettem volna, hát milyen kár értem? Pista már itt van lehetne? A miatt. Persze, hogy aggódom, hiszen szeretem. Két szeretsz meg? Házassági évfordulónk
alkalmából fogad tőlem szerelmi jeléül a csekét is ajánlom. Ó, drágám, hát ez csodálatos! Szegény Aladától sosem kaptam semmit! Hazug bestia! Persze, neki nem a feleség, és nem az italra járt az eszel. Jó, jó. Haj, az csak mocskodva az emlékemet. De, Pista, tudod, hogy én azóta szeretlek, amióta Aladár elkezdett inni. Minél többet hívott én, annál jobban belé szerelmesedtem. Ha nem halt volna meg, úgyis megcsaltam volna veled. Yes, sir.
Itt vagyok. Még nincs itt egyszerűen. Hát itt vagyok. Itt vagyok, figyelj, itt vagyok, figyelj. Mama, akkor találkozunk. Nincs olyan rossz fiatalokban. Ez az ember. Ő is érzéskel, nem tudom. Szerelem testvér, kérdezni fogok. Kérdezni. Igen, csak azt mondani, hogy tettő, a nemet, értetted? Öri, a megállját. Sajnos igen. Nagyon kimerültem. Mit szól a bizonyítékhoz, doktor úr? Bámulatos, elképesztő, de mint orvos elrendelem, picit pihenjél, aztán majd folytatjuk. Én itt maradom! Ez nagyon fantasztikus, de hogy eljöttél hirtelen? Hirtelen, hisz Pista is én meg
kimegy. Jaj, te kis csipész! Te kis titkolódzó! Látok, Árikám! Gyere egy igaz barát! Na, mama! Hoztam egy italodik tüpára! Nem, mama! Többet ide a ital, ide nem teszi be a lábát! Ide nem fogsz jönni! Soha! Hát akkor mit fogsz csinálni estékén? Hát ezt nem tudom. De akkor kertjét nem megyünk a szomszédhoz, biztos!